Sziasztok! Egy olyan ételt fogok elkészíteni, egy reggelinek valót, hát főleg reggelinek valót, amit Görögország határain kívül görög rántottának hívnak, határain belül pedig egyszerűen csak rántottának. Ez egy alapformátum lesz, amit sok ilyen kaliberű kajához hasonlóan a végtelenségig lehet dimenzionálni. Egy magamfajta ember számára, illetve egy magamfajta embernek szánt adag elkészítéséhez szükség van 6 darab tojásra, legalább 15-20 deka paradicsomra, bármilyen sajtra, bár hogyha valóban görögösek akarunk maradni, akkor feta sajt, javallott hozzá, és olívaolaj. Én napraforgó olajjal fogom készíteni, és olyan sajttal, amit egy haveromtól vásároltam, egyébként ez egy ilyen medvehagymás házi specialitás. Valamint sóra, borsra, ízlés szerint, és egy teáskanálnyi oregánóra. Paradicsomról levágjuk ezt a szólesta részét. És ezután lereszeljük így, ahogy van. A héjából, ami megmarad, mert a reszelő nem fog valószínűleg az egész átmenni, azt egyszerűen kidobjuk, azzal nem foglalkozunk. Itt a belsején van a hangsúly, hogy az kerüljön bele a kajába. Két gerezd fokhagymát karikákra, vagyis szeletekre vágunk, ezt úgy nagyjából egy percig pirítjuk. A fokhagymát az előbb kifelejtettem a hozzávalók felsorolásából, de nem baj, mert most pótolva van. Szépen belekarikázok, nem kell nagyon elaprózni, csak így nagyjából. És egy perc sütés. Nehogy túlságosan megpiruljon, mert akkor megkeseredik. Hogy mérem is az időt. Ahogy ez megvan, mehet rá a reszelt paradicsom. És addig főzzük, amíg a víztartalmának a jelentős része el nem párolog, ez igénybe vehet akár 10 percet is. Közben pedig mehet rá a só és bors ízlés szerint, valamint az egy teáskanálnyi oregánó. Ez itt nálam már egybe elő lett készítve, ebben a kis üvegtálkában. És most akkor, ahogy mondtam, körülbelül 10 perc főzés, hogy jól besűrűsödjön. Közepes lángon. Amikor már ilyen szépen besűrűsödött, tehát elpárolgott a víztartalmának a jelentős hányada, ami nálam egyébként pont 10 percbe telt, akkor mehet rá a tojás. És most szépen sütjük, amíg el nem érjük ezt a kívánt rántotta állagot. Íme a rántottánk, most már csak reszelünk rá mindjárt egy kis sajtot, és kész is van. Ahogy az előbb mondtam, ha valóban görögösek akarunk maradni, akkor feta sajtot, vagy valami hasonlót nyomatunk rá, és olívaolajjal készítjük, hát én annyira azért nem vagyok görögös, úgyhogy napraforgó olajjal készítettem, és a haveromtól vásárolt házi specialitást, ilyen medvehagymás sajtot fogok rá reszelni. Azzal is tökéletes. Ami mellé ment, majd összeszedjük, és oké.
tökéletes. Mondhatni, lukullusilakova. Lukullus hozzá a képes kutyafüle. Nagyon finom. Ha elkészítitek, jó étvágyat hozzá. Ja, fogyasztása kenyérrel ajánlott. Én is mindjárt várok egy 20 dekát legalább. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!